Légicsapást hajtott végre az amerikai hadsereg Szomáliában az Ash-Shabaab iszlamista felkelő csoport tagjai ellen, akik korábban robbanószerrel megtöltött teherautóval megtámadtak egy szomáli katonai bázist. Legalább 75 iszlamistát megöltünk, miután megtámadtak minket, és sokakat megsebesítettünk, mondja a szomáli hadsereg tisztje. Nemzetközi partnereinkkel addig üldözzük az Ash-Shabaabot, amíg végleg le nem győzzük őket. A 2006-ban alakult Ash-Shabaab a 2000-es évek végéig Mogadisút is ellenőrizte, 2011-ben azonban kiszorították onnan. Vezetőjük 2014-ben meghalt egy dróntámadásban, azóta folyamatosan szorulnak vissza, de vidéken még mindig nagyobb területeket ellenőriznek.